cikkérőtában álláspontja szerint a, nem a közfelháborodás, nem a közfelháborodás, hiszen szubjektív dolog az, hogy ki a újságolvason, ki a televízióvéző, hogyan háborodik fel egy ilyen események alatt, de ténykérdés, hogy a rendőri erők fokozott igénybevételével, fokozott járó tevékenységgel, viszonylag hosszabb ideig járó tevékenységgel kellett számolni a település környékén, illetve az adott térségben. Ez viszont a közművalók súlyos megzavarására ad alapot, és ennek a megállapítására ad alapot. Ez a körülmény az ítélőtábla álláspontja szerint alapossá teszi a fiatalkorú vádlott kivételével az ügyész súlyosításra irányulóan előterjesztett felvezetést.